Karácsony közelettével nagyon sok szervezet hirdet jótékonysági akciókat, szervez gyűjtéseket azért, hogy segítsen a rászorulókon. Ebbe a sorvádban Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft., ami az extraligás női röplabda és az NBA-ben szereplő férfi kosárlabda csapatot versenyezteti. A két szurkolók körében népszerű együttes arra kéri a drukkereket, hogy adományaikkal tegyék szebbé fogyatékkal élő gyerekek karácsonyát. Úgy gondoltuk, hogy a két csapatunk, a Fátum Nyíregyháza és a Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzésein szeretnénk olyan játékokat, olyan képességfejlesztő társasjátékokat gyűjteni, amiket esetlegesen tovább tudunk adni, és a rászoruló gyerekek használhatják ezeket. Ebben segítséget fog nekünk nyújtani az együttműködő partnerünk, a Mentor Alapítvány, akik Nyíregyháza városában és a városon kívül is olyan gyerekeket gondoznak, akik fogyatékkal vagy valamilyen sérüléssel élik mindennapjait, és bízunk abban, hogy ezek a játékok eljutnak majd hozzájuk az ő segítségükkel, és fognak tudni nekik segíteni a szabadidejük kellemesebb eltöltésében. Az adományokat elsősorban a két csapat meccsein, de más időpontokban is várják a Continental Arénában. A kosarasok december 12-én és 16-án játszanak az arénában, utóbbi alkalommal a röplabdázókkal rendeznek kettős meccset. A Fátum Nyíregyháza a héten a CEF kupában tovább jutott a svájci Düdingennel szemben, a nyolcaddöntőben pedig a francia Mulhouse lesz Varga Elizabeték ellenfele. Soha nem megyünk neki egymásnak úgy, hogy mi most ezt megnyerjük 3-0 könnyen, hanem mindig felkészülünk, és mindig maximálisra próbáljuk nyújtani. Személy szerint nekem ez egy óriási siker, életem legnagyobb sport sikere, és hát reméljük, hogy több lesz. Még nagyon szeretek játszani, mert csak a kedvenceim, a francia csapatra már nagyon felkészülünk. Én már alig várom, hogy játszunk ellenük, mivel idegen csapat, még nem ismerjük őket, nagyon jó csapat, én már láttam őket, és hát mindig bizonyítani szeretnénk. A Mulhouse elleni párharc első meccsét december 18-án játsszák Franciaországban, a visszavágót pedig januárban rendezik meg Nyíregyházán.